Meg volt még egy nagyon érdekes esetünk, amikor a kulcsárügynek a legdrámaibb részei voltak, akkor egyszer csak a vezetékes telefonon bejelentkezett valaki, a legfőbb ügyész titkárnőjén keresztül, én meg pont ben voltam a legfőbb ügyésznél, és az valami buzánszki jenő. Azon jöjjön be, bejött a Jenő bácsi, és félre raktunk mindent kulcsárügynek az összes terhét és nyűgét, és a, 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 a Jenő bácsi éppen arról mesélt nekünk, hogy Dorogon hány kereszt gyereke van, ilyen 42-nél megállt. Köszöntöm nézőinket és hallgatóinkat a Budapesti Zsaruk Podcast újabb adásában. Mai vendégem Borbély Zoltán ügyvéd. Rakka utája tervei, szia Zoli! Szeretettel üdvözöltél, finnő. Igen, hogy jött a finn név? Remélem jól ejtettem ki. Hát, ő... mondjuk, Van puskám? Mondjuk úgy, hogy szillonytellöny, tehát az azt jelenti, egy helyel közel jól. A, a, egyébként a szegény Molnár Dani barátunk, aki több nyelven beszélt, és a Forma Egyető ő volt a riporter, helyi műsor közlő. ő kérdezte egyszer tőlem egy valentín napon, hogy mondjam el Finnő, hogy szeretlek, hogy ez hogy van. Mine rakasztán színuál, És utána a, 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 a Dani kérdezte, hogy hogy lehet egy, egy ilyen alapvetően szép nyelven, ilyen csúnya szó a szeretlek, hogy rakasztá. És a, a, az a szeretettel üdvözöltél, úgyhogy értettem. Köszönöm szépen. Én is szeretettem. Samoin, ahogy a Finnek mondná. És isten éltesen is, mert pár napja ezelőtt volt a születésnapod. Köszönöm szépen. És Köszönöm. hogy jött a finn nyelv? Térjünk még vissza egy kicsit ide. A Verespáni gimnáziumban érettségiztem, és ott fin volt az a választott idegen nyelv, és igen, volt egy franciás finn osztályom, és az a lényeg, hogy a apukám mindig mondta, hogy minél különlegesebb egy nyelv, annál értékesebb, és hát próbáltam először a német tagozatra menni, utána a franciára. Az egyik barátom, Rádi Péter, aki egyébként a Nemzeti Választási Bizottság elnöke is volt a közelmúltig, ő például a francia, ő, ő volt, ő a francia tagozaton, és a másik, a fintagozottom pedig Urkuti Gyuri, aki nem, nem, olyan régen még a finn követ volt. Tehát úgy jött, hogy végül is én nem kértem át maga, nem is lehetett volna. Sem a német, sem a franciára nem volt esély, és a kapukám azt mondta, hogy minél értékesebb, minél kevesebben beszélnek egy nyelvet, annál értékesebb. Akkor hogy a Finnország négy és fél milliós lakosa volt, most már 5 milliós közelít. És hát gyakorlatilag nyelvrokonaink, még akkor is, hogyha négy azonos szavunk van csak. És mi az a négy szó, ami ami ugyanaz. ugyanaz a finnak. Nem teljesen ugyanaz, a menne az a menni, a kéz az a keszi, de szerintem ezt nyelvtomból még tanultuk is annak idején, a keszit, a vér az a veri, és hát vannak még nagyon hasonló hangzási szavak. Például a fonó szavunk az finő punó uh -huh. Tehát, Csak betűkülönbség. De, de, de olyan, hogy tényleg, hogy szó szerint azon sem, az talán a menne az talán a men, menne, így mondják, mert nekik az E az E. Négyféle el van a filmben, de ezzel most nem fáradszol, Én úgy tudom, hogy a finn nyelvet uh, tudtad hasznosítani, és vagy egyszer javadra szolgált mondjuk egy Forma 1 versenyen? Igen, a Mika hekinen beszéltem Szenna halála kapcsán, Szennáról készítettünk portréfilmet 1992-ben Dobor Dezsővel, és ugye Mika Hekinennek a példaképe volt Szenna, és senkivel nem volt hajlandó szóba állni Szenna haláláról, de hogy azért, mert hogy én finnő kérdeztem, ezért, azért azt mondta, hogy kivételesen neked válaszolok. És ugyanez volt Jári Littmannennel, és ott, ott Molnár Dani ismét visszajön, mert gyakorlatilag az volt, hogy a, a, a CM pályán, a csatornázási művek pályán edzett az Ajax. 1995-ben a bajnokok ligája győztes, később bajnokok ligája győztes Ajax, és a Fradival játszottak. És akkor a, a Jári nem volt a finn e, sztárja az Ajaxnak, és akkor rengeteg újságíró volt. És én ott ugye a harmadik-negyedik sorban voltam, és csak annyit kérdeztem, hogy tiédet követte, velem ma Kieli azaz tudod, hogy mi nyelvrokonok vagyunk, és abban a pillanatban, hogy a mindenkit szét, és azt igen, és akkor csak nekem válaszolt, és a Molnár Danéze nagyon dühös volt rám, és ebből eredt az, hogy Valentin napkor megkérdezte, hogy mit jelent szeretlek finnő, mert emlékezett rá, hogy én tudok finnő. És értékén Finnországban is? Egy fél évig. És milyennek a finnek? Hát nem annyira, tehát nagyon barátságosak, rokonoknak tartanak minket, de de, hát most hogy mondja, egy népről nehéz így, így megbélyegezni. Tehát nem annyira a déliek, nem annyira érdekesek, nem annyi, ne, számunkra. Viszont nagyon megbízhatóak, nagyon pontosak, és hogyha mondjuk egy népet kéne hozzá hasonlítanom, nagyon meg fogsz lepődni a japán. Mert a japánok is ugyanolyan ö, ö, fegyelmezettek, és ugyanúgy koncentrálnak te. a munkára, de mondjuk, hogy mi, mondjuk, hogy finnek lennénk, és így dolgoznánk egy irodában, ö, mondjuk évekig, én nem tudnék róla semmit, csak azt, hogy te hogy dolgozol. De se azt, hogy feleséged van, se azt, hogy gyerekeid, se, semmit. Tehát ők csak a munkára koncentrálnak. Semmi magánélet kommunikációnak közben, és nem is járnak össze így. De nem a munkatársak. Aha. Nem a munkatársak. Engem ez eléggé zavart, meg az is zavart, hogy novembertől voltam márciusig, de borzasztó időszak. Tehát még fölkelsz, még sötét van, hazajössz, már sötét van. Tehát 3 háromig van akkor világos, és nekem nem volt jó ez a, ez a, ez a november. Ez is érdekes, hogy finnül a november már rászkó. Tehát benne van ez a, ez a, ez a rideg, rideg november, sötét, rideg november. Nem, Nekem Helsinki nem tetszett annyira, az egy másik kérdés, hogy utána e, már ügyészként 2007-ben egy korrupcionális konferencián találkoztam Jukka Rappéval, a finn e, legfőbb ügyész helyettessel, aki nagyon valószínűleg ő lesz a finn legfőbb ügyész, mert most megy nyugdíjba. A, a, mostani finn és nagyon nagy barátságot kötöttünk, olyannyira, hogy megkért, hogy finnő tartsak egy előadást Finnországban. A korrupció ellenes és hivatali bűncselekményekről. Hát gondolhatod, hogy azért ennyire nem tudtam. Hány órát kellett beszélni? Egyet, de azt már olyan ábrákat mutattam, tehát ez volt, hogy már elfogyott, azt néztem, hogy 40 perc, és már csak két dián volt. És a finneknél van egy olyan fura tulajdonságuk, hogyha tetszik az előadás, akkor így belekérdeznek. Na most, azt volt. Tehát mondtam valamit, és akkor így, és én, egy de, de egy minden, de, nem jelentkeznek, csak úgy belekérdeznek, ez azt jelenti, hogy tetszik nekik. Na, no, de hát én nem mindig tudtam erre válaszolni, és akkor Jukka nagyon rendes volt, mindig kisegített, hogy mi volt a kérdés, és mit kell rá válaszolni. Na, térjünk vissza a magyar nyelvre. Hogy tanultál meg olvasni? Az se volt minden napos szerintem a... Igen, hát, hát a feleségem képett. szoktam mondani, hogy ezt többször már nem mondjam el egy interjúban, hogy a képes sporton tanultam meg olvasni, mert ma volt egy időszak, amikor minden interjú úgy kezdődött, hogy a képesporton tanultam meg olvasni, de annyiban ez egy érdekes dolog, hogy ezek ez 77 ben azt hiszem 77 őszén volt egy kalambó, így most kicsit visszatérünk a rendőrségre, egy kalambó sorozat, és előtte vagy utána volt a Magyarország-Bolívia mérkőzés, ez egy interkontinentális VB sejtező volt, ezzel jutottunk ki a 78-as VB-re. És 6 óra nyertünk, ez volt életem első meccse, és utána megvette nekem a nagymamám a labdarúgás című újságot, ami havilap volt, és a képesportot, ami heti, és akkor a nyilasi volt az én nagy példaképem, és mindig kerestem azokat a szó amiben nyíl van. Nem tudtam még olvasni, de tudtam, hogy ha láttam ezt a NYI-t, és fölötte ugye a Tibinek a képét, akkor tudtam, hogy itt a nyilasiról szó van. És ezeket a cikkeket mindig elolvastam, hogy benyí volt. De a nyilván, a, a, a nyílt, és minden, ezt is, is arról gondoltam, hogy a nyilasiról van a szó, de nem. Abban nem volt benne a nyilas, de én, én nagyon szerettem. A gyerekkor és az úttörő stadion együttesen mit jelent számodra? az is a nyilasi tibi, azt szoktam mondani, hogy mi egy cool klubban sportoltunk. <laughs> ez olyan, mint a apukám mérnök volt, és volt egy nagyon híres, hát hogy nem kapott nobel díjat az, egy egészen elképesztő hiányosság, mert egy Mutnyánszki Heller, a Heller forgót ugye róla nevezték el, és volt egy pedelus, és a, mindig a forgatónyomatékot szemléltették az előadáson. És a, az, azon nevetett a, 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 hallgatóság, hogy ugye ezt a, ezt a beültette különböző távolságra, az erőkart mutatta, és amikor ment ez a, ez a, ez a nem tudom én, Laci bácsi vagy Jani bácsi, akkor megkérdezték, hogy Laci bácsi hova megy, és akkor azt mondta, a professzor úr, nem, én és a professzor megyünk előadni. Én és a... Na ezt szoktam mondani, a Nyilasi tv egy klubban játszottunk. Csak ugye ő egy kicsit többre vitte, 70-szeres válogatott lett. Én is az úttörös a kapus voltam 1982-től 87-ig. De voltak még más híresebb vagy nevezetesebb magyar focisták is, akikkel te együtt focistál serdülőkorba, igaz? Igen, igen. Beneferivel, a Beneferenc fiával. Törőcsik Attila jóval fiatal nám, de ő is az úttörös stadionban játszott. A Babócsi András neve a futball, futballrajongóknak mond valamit, most már úgy az átlag nem annyira ő is kiváló kapus, hogy egyébként Finnországon is védett. És Málivakti a kapus egyébként Finnő, csak úgy megjegyeztem. Tehát Babócsi András, Bene Ferenc, Vukovics játszottunk együtt, a serdőválatotban pedig Lipcsei Petivel. Uh -huh. Egy Nagyon jó kis volt, nem is nagyon volt dolgom, akkor még volt hazadás, volt olyan meccsünk, hogy egyáltalán nem értem labdába, és akkor mindig kértem, a Szőnyi Tamás volt a középhátvéd, és a Peti akkor még hátul játszott, hogy adjanak haza egy-egy labdát, hogy én is beleérjek, mert nagyon jó csapatunk volt, 86-ban világkupát is nyertünk, akkor még nem voltak ilyen korosztályos vb -k. nekem ez egy nagyon nagy élmény volt. S hogy jött a foci? Más sport nem miatt számításban? Hát, de miatt a magyar Bolívia meccs miatt egyrészt. Másrészt apukám focista volt a Gyulai jobb összekötőt játszott, iszonyatos nagy lövése volt, és mindig ö, edzett velem, és én meg nagyon nagyokat lőtt, és ö, először strandlabdával, utána egy ilyen műanyag labdával, tehát nem bőrlabdával, és amikor már tíz év fölött voltam, akkor lehetett úgy, hogy ő bőrlabdával lő, mert olyan erejű lövése volt, hogy az, az ilyen kiskorú veszélyeztetése lehetett volna. És uh, anyai nagyapa? Az anyai nagyapám, Zsűr bácsi, Gyula, ő volt az Aranycsapat ügyeinek intézője az Ibusznál. Akkor azért az 50-es években ez egy, ez egy elég komoly poszt volt. Ezt olvastam róla, egy ilyen világpolgár volt. Igen, 10 évig élt Párizsban, és az Ibuszos egyenruha nagyon hasonlított az Ávós egyenruhához. És amikor Zimányba hazament, ez egy kis falu, 20 kilométerre Kaposvártól, akkor azt hitték, hogy a nagyapám be belépett az Ávóba. Közben az Ibusz Ibusz szosoknak is volt egy ilyen egyenruhája, és, és hát őt nagyon szerették, és hát az a, az, az érdekessége a foci kapcsán, hogy ő, ő, őt nagyon szerette a Puskás Csibácsi, Grosis Gyula, Gellér Sándor Bozsik, és nálunk ők nagyon gyakori vendégek voltak a Nagybecskerek téren, Zuglóban. Tehát anyukám és nagynéném nagyon jó kapcsolatban volt az aranycsapattal, és amikor is sportriporttel lettem, nekem ez nagyon ö, nagy előny volt, hiszen a Puskás velem állt szóba. Mert a, a, a Zsúr bácsi unokája, ő jöhet, a többi az ne fantasztikus élményekben volt akkor nagyon. részed. Én nagyon, nagyon szerettem Öcsi bácsit. Az egy másik kérdés, hogy sajnos az utolsó időszakban ő már a betegsége miatt nagyon kevés emberrel állt szóba, de engem mindig megismert, és mindig, mindig ilyen, ilyen, nem családtaként, de azért egy ilyen, na, ő a mi kutyánk, ő kell, jöhet, a többit azt elküldte. Volt egyszer, hogy Kunce Gábort is elküldte, én jöhettem, ő mehetett, mert egyszer az Öcsi régi a régi emlékekhez jobban, jobban vonzódott. Ö, ebből fakadóan készítettél esetlegesen, majd később képek, Fiz filmeket, életrajzi filmeket igen. focistákról. A Hidegkuti Nándornak most volt a századik évfordulója születésének. Ezeket, bocsánat, igen, igen, 1922 ben született Nándi bácsi, és ha jól emlékszem, akkor mostanában március elején volt a századik, születésének a századik évfordulója, és 2002-ben halt meg, és az utolsó filmet én készítettem róla. Az Öreg, ez volt a becenve, egy legenda elköszön címmel. És miért hagytad abba a focit? Hát egyrészt nem voltam annyira tehetséges. Tehát az, az egy nagyon fontos dolog egy kapusnál, hogy valaki gyerekkor óta kapust legyen, mert akit így átképeznek, az nem. Akkor nem csak a jó kapus Én csak. A, 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 a jegyzet, hát most én mindig mezőmben játszom, de ezt inkább nem említeném olyan hogy, hát egy hobbiból. Az Úrják Csöpinek van egy nagyon jó mondása, ő a Fradi öreg fiúban szoktunk játszani, és mondom, hogy Csöpi, gyerek kicsit melegítsünk, és az feje, ezt jegyez meg, hogy ebben a korban már vagy melegítünk, vagy játszunk. Ez, ez így. És akkor ezt, ezt most szoktam gyakorolni. És hogy jött a sportriporterkedés? valami ö, nagybátyám, ö, nagybátyám. Nagybátyám. nagybátyám, nagybátyám. Tehát a, a, nagybátyám az azért érdekes, hogy az, tehát a, akit meséltem, hogy a, a, az anyai nagyapámnak két gyermeke volt az egyik anyukám, a kisebbik, a nagyobbik pedig Ildike, nálunk így hívják a családban őt. Ö, 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 az ő férje nagyon szerette a sportot, és volt egy, egy hirdetés, hogy sportriporter kerestetik. És 1990-ben a rendszerváltáskor jelentkeztünk egy nagyon jó évfolyammal Hajdú B. Istvánnal, akkor, akkor még csak Hajdupista volt, Faragóricsi Várhegyi Feri, Subakata, Kiskinga, Vámos Tibi, a, akik később játékvezetőként lett híres, Vámos Tamás, és a Sport él, és Sajnos most olvastam, hogy Oravec a a nőklapja újságíró elhunyt, ő is ebben az évfolyamban végzett, illetve erre járt, erre az évfolyamra. De nem csak foci mérkőzéseket kommentáltál, hanem másfajta sportjátékokat is. Sőt, azt is olvastam rólad, hogy amikor kommentáltad a, sporteseményeket, akkor még humorizáltál is. Hát, a, na, ezt, ezt, tulajdonképpen nem én kezdtem el, a Pistivel, Hajdu mi bekerültünk oda most. A Pista, hogy akkor jogi egyetemre állt, és volt egy ilyen mondás, hogy kétféle ember van, aki már volt az évfőm meg aki majd lesz. Tehát ő, 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 ő vele kerültünk be a telesportba, és az első ilyen tudósításunk egy tájékozódási búvárúszó magyar bajnokság volt, ami nyilván egy... egy ez elég... olyan, mint a tájékozódó futás, csak éppen a túlsznak. Semmi nem látszik. Tehát, és volt ilyen, hogy csoportos tevékenység, meg ilyen hülyeségek. Tehát a lényeg az az, hogy, hogy ezt úgy akartuk megcsinálni, hogy életünk első riportja, hogy ez az életmű. Tehát hogy ebből a legjobbat kell kihozni. És a Dobor Dezső volt a szerkesztő, és mondta, hogy ebből csináljunk valamit, fogyaszthatót. És minden, De ti úgy, nem merültetek? Mi nem, mi nem, de úgy kezdtük, hogy még fecseg a felszín, hallgat a mélyét, és, és a végét, az utolsó két, két sort, azt, azt, mondta a Jón Károly nevű rendező, hogy amíg ő itt rendező, azt nem adjuk le, mert ezt a Pista találta ki, mert Svájcban volt a következő világverseny, és akkor ahogy mondjuk azt a végén, hogy tehát sportunk nincs a Pácban, Visztát legközelebb Svájcban. És azt mondta, hogy ezt soha, amíg ő itt rendező, ez nem mehet le. És akkor ezt levágták, de a Pis és kisorsoltuk, hogy melyikünk mondja alá. És a Pista mondta alá, és ez volt az első ilyen közös televíziós szereplésünk. Nekem a sajátom első az egy parlamenti foci volt Magyarország-Ausztria. Nagyon érdekes volt az a magyar parlament csapatában. Kik játszottak benne? Ki Zoltán védett, ő volt a kapus, sajnos már elhunyt. Természetesen osztopos tagja volt Orbán Viktor, Gladfelder Béla, Török Ferenc, Dajcs Tamás. És én azt gondoltam, hogy talán még ez a humor belefér, hogy így beleraktam ilyet, hogy Dajcs Tamás, és nem az volt odaírva, hogy nem tudom, képviselő, hanem az, hogy ék. Akkor Orbán Viktor középpályás, és akkor Kövér László védő. Tehát és akkor gondoltuk, hogy ez így sikamlós lehet, de nagyon tetszett, és akkor kaptunk egy ilyen régi típusú, hát 90-ben még azért a rendszerváltás környékén voltunk, de nagyon jó eső levelet kaptunk, hogy ez a tudósítás nagyban öregbítette a magyar-osztrák parlamenti kapcsolatokat. Én meg büszke voltam erre, de most nyilván ezt a, ezt a levelet így nem tenném ki, mert az akkori hangvétel egy kicsit ilyen, hogy mondjam, hát ez az öregbítette meg a kapcsolatokat, de, de nekem nagyon jó esett, és mi a Gyula István kapta ezt a ezt a köszönő levelet, ez sokban hozzájárult, vagy nagyban hozzájárult ahhoz, hogy én nagyobb lehetőségeket is kapjuk a telesportnál. Itt volt a partjelző, pártjelző? Itt volt. Itt volt a pártjelző, elképesztő felkészültség, komolyan mondom, nagyon megtisztelő. Igen, itt volt az, hogy a de nem azt mondtam, hogy parti hanem azt, hogy pártjelző. És akkor többször mondták, hogy mondjam újra, mert elrontottam. Na, nem mondom újra, mert ez a poén, hogy pártjelző, hogy országgyűlési válogató. Ja jó, akkor lehet így, és akkor maradjon. És jó lett. De a pályád úgy, gond, úgy uh, tudom, a boxban csúcsosodott ki, már mint a uh, riporteri. Igen, 1996-ban uh, nagy vérvesztesség érte a telesportot, már olyan szempontból, hogy három meghatározó ember eligazolt az eurósporthoz: Palik László, Héder Barna és Gundel Takács Gábor. És Gundel Takács Gábor közvetítette az ökölvívást még ki a 92-es olimpián, és mivel ők hárman elmentek, a 96 az egy olimpiai év volt, és a Vitrai Tamás kijelölt engem, hogy én legyek az ökölvívás kommentátora, amivel rengeteget segített nekem, és mai napig hálás vagyok neki. Életre szóló barátságot kötöttem Szántó Imrével, akivel mindig is magázottunk, és már megbeszéltük, hogy nem is fogunk tegeződni, és hát ugye ez a kokóék időszaka. Kovács István, Erdei Zsolt, Nagy János akkor érdekes módon ö, talán ötödik lett az olimpián, de ugye ő lett a csontörő. Tehát ö, mindegyik, mindegyik híres volt, a Bizsai Gyuri, a tehát olyan volt a magyar ökölvíves, hogy abban a három évben többet nyertek, mint azóta. Összesen. És a box és a focin kívül mely sportágak állnak még hozzád legközelebb? Hát a sok. De tényleg szeretek sakkozni, meg most a gyerekeimet tanítom. Egyre, most már, most már háromszor megvert, például most a hétvégén. Ezt így nehezen tudom neki megbocsájtani. De a lényeg az az, hogy jól sakkoznak. Samu a kisebbik film is nagyon, nagyon okosan sakkozik. Meg hát nekem voltak sakkozó barátaim is, és volt ilyen iskola csapatunk. De ott ugye Rádi Péter, akit már említettem, hogy a Nemzeti Választási Bizottság elnöke is volt kiváló jogász barátom. Szabó Laci volt, aki most a Paralimpiai Bizottság és a SAK szövetség elnöke. Ő volt a csapatvezetőnk, és borított erősorrenddel játszottunk. Ez azt jelenti, hogy egy csapatbajnokságon nem a, nem a legerősebb ült az első táblán, tehát én. És az azt jelentette, hogy én, én, ugye nem a legerősebb voltam, viszont a mi legerősebbünk a harmadik, negyedik táblán volt. Tehát ők ketten biztosan hozták uh -huh. a saját meccsüket, és az volt a lényeg, hogy az első és a másik táblásnak egy fél pontot kellett szerezni, és akkor kettő, fél, másfélre mi nyerünk. És az volt a taktika, hogy nézték, hogy az IJP Tamás jó jegyzet csakkozó volt a harmadik táblás, és ez a Borbé milyen jó lehet, ha az IJP a harmadik táblás. És én nekem az volt a feladatom, hogy megtaláltam ilyen megnyitásokat, kiraktam, és döntetlen ajánlottam, és ilyen remegő kézzel elfogadtam. Köszönöm, köszönöm. És így, így bejutottunk az országos bajnokságra. Ott viszont már találkoztunk egy fidemesterrel és egy nemzetközi nagymesterrel az első két táblán, semmi esélyünk nem volt, és azt találtuk ki, hogy miért úgy vagy világos, sötét, világos, sötét, sötét, világos, sötét, világos, hogy a két fide a Fidemestert és a Nemzetközi Nagymestert egymás ellen játszhatjuk Magyarán én azt lépem, hogy itt a csapattársam ellenfele, ő meg azt lépi, amit, amit az én ellenfelem. Tehát ők egymással játszottak, persze észrevették, szétültettek minket szégyen szemre, de nem kellett, mert sajnos én elrontottam egy ilyen tükörlépést, nem azzal a futóval léptem ki, hanem egy másikkal, és akik már úgyis vesztettem volna, de legalább ezt kitaláltuk, hogy valami esélyünk legyen. Akkor a kalámbót már említetted itt a beszélgetésünk elején, abban is van egy ilyen két sakkozó, az orosz és az amerikai sakkozós történet, egy emberöléses sztori, akkor biztos bejön neked az a, rész. Abból. A, ezt a részt nem láttam ezt a részt nem láttam. Azt, azt tudom, hogy van egy ilyen sakkozós viccünk, ami ilyen kedves gulágon két ember sakkozik, és akkor kérdez az egyik a másikat, hogy téged itt mi zavar a legjobban? Szóval, hát az, hogy távol vagyok a családomtól, nem túl jó az ágy, meg, meg most a körülmények, és téged, hát engem speciál az zavar a legjobban, hogy nem, 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 nem. Nem jönnek ide a hírek. Tehát semmilyen hírek nem jutnak el hozzám. Például azt se tudom, hogy mennyire lett a Fischer-Spassky-sakvilágbajok döntő és akkor megszól a másik, hogy ezt tettem. <laughs> 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 kicsit morbid, de sakkozós vicc. 1998-ban mentél el a tévétől. Az MTV-től, MTV igen. Ennek mi volt az oka? Hú, ez egy nagyon, nagyon érzékeny kérdés több okból. Az egyik, engem a klínzélő nem szeretett. Azért nem szeretett, mert ő egy kiváló sportriporter volt, és mindenben az ő sportriporteri felfogása mindenben más volt, mint ami, hogyha így mondjam, Szepesi Vitrai iskolánk. Tehát mi egy ilyen ember köz? pontúbb, tehát ilyen, hogy mondjam, beszélgetősebb stílusok voltunk, ő pedig a gólok, méterek, számok, történetek mérnöki adja a lecsport, ő egyébként mérnök is volt. Tehát olyan szinten beszéltünk el egymás mellett, és mi ő lett a főnök, ő így, hát nem, nem tudtam ott maradni, mondjuk így. Ha, ha most így profánból akar fogalmazni, akkor kirúgott, de a lényeg az az, hogy, hogy én egy pillanatig nem haragszom már rá. Többek közt azért nem, mert olvastam egyszer Sinkovics Gábor interjúját Knézi Jenővel, a halálos beteg nézi aki olyan bátran nézett szembe a halála, hogy azt mondta, hogy az, hogy most engem kirúgott, nem, ez teljesen mindegy. Egy olyan ember, aki egy halálos betegségbe ilyen bátran egyenes gerincsel szembe tud nézni, a a annak én mindent megbocsátok. És mindent megbocsájtottam, nincs mit, egyébként mindenki megválaszthatja, hogy kivel dolgozik, de igazán nem is neheztek már azóta se rá, és ahogy a Radnóti is írja az Alárosesben, hogy ennek az egésznek más távlatot ad a halál és ezt így is gondolom. És a Szepesitől és a Vitraitól mit tanultál? Szepesi Gyuri bácsitól azt, hogy, hogy nagyon kell szeretni a sportolókat, és hogyha ha szereted a sportolókat is közöttük élsz, -e akkor nem kell megtanulni, hogy ki, kinél van a labda, mert, mert mert szám nélkül is megismered őket. Tehát nem véletlen mondták azt, hogy az arancsapat 12. játékosa. Tehát ő mozgásból is mindenhonnan megismerte őket, és rájöttem arra, hogy ha én olyan csapatban olyan csapatsportágat jól ismerek, akkor nem kell a számokkal bíbelődni, most hetes vagy hatosi kinél van. Nem volt kérdés nála, hogy, hogy a játékosokat. A másik, hogy a Szepesi György egy nagyon széles rátókörű ember volt, és nem csak a futballban. Ő egy zseni volt. A Galla Miklós azt mondta, hogy egy tobzódó, zabolázatlan zseni. Most ezek a szavak nekem nem jutottak volna szembe Szepesi Györgyről, de ha belegondolsz, valóban, hát az a közvetítés a belni döntő hogy ne legyen elkeseredés hallgatói. ezt mondja, majd sír. Tehát közben sírva mondja, hogy ne legyen elkeseredés hallgatói. Szívvel lélek. Dráma. Ez, ez valami olyan dráma, ami a másik, hát nyilván Gyuri bácsit én személyesen ismertem, pontosan a, a nagypapám miatt, és rengeteget segített nekem, és amikor Atlantában közvetítettem Ökölvívást, nekem volt egy, egy, egy olyan sportiporter kollégám, akinek olyan hangja volt, mint nekem. Anyukám se tudott minket megkülönböztetni, Rokó Péternek hívták, és volt valamilyen tudósítás, és valaki összekevert minket, és visszajutott a vitraihoz, és mondta a vitrai, hát zedékem, ez nem megfelelő, ez a közvetítés, és akkor kim volt a Gyuri bácsi, és ő meg, az a vehemes hangja, az ragyogó volt, szóval, és így a két, tehát ő akkora erőt adott nekem, tehát a, 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 a Tamásnak is egy, 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 egy fals információ jutott el, ugye akkor még nem volt in. Ilyen, ilyen, mértékben internet. Tehát 96-ban úgy jöttek vissza a visszajelzések Magyarországról, hogy ki, ki hogy közvetít. És akkor mondta a Vitrai Tamás, hogy hát nem, nem egészen jók a visszajelzések. És a, a Gyuri bácsi, ő maga hallgatott engem, és azt mondta, hogy nagyon gratulál, nagyon, nagyon tetszett az egész, és csak így tovább. És Szepesi György ezt mondja neked, egy olimpiai döntő előtt, hát ezek után már nyilván, hogy a kokó megnyeri, nem? Hát Fontos. meg is nyerte. És hogy megy egy ilyen sportriportálnak a felkészülése, mondjuk egy fotballmérkőzése? Tehát azért mindig csodálom tényleg, hogy fenn van a, a közvetítő állásba, és akkor nagyon messziről nézi a foci meccset, és akkor így vágja a neveket. Hát erre vannak trükkök és vannak gyakorlatok. tehát Havass be. Igen, igen. tehát a, a, a nagyon messziről nézi a, 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 a pályát. Erre nekem sosem van egy történetem, a Kórház utca, ez a Békés Csabai pályának a címe, Kórház utca 9 talán. Ott Békés Csabán, a régi pálya most már lehet, hogy új van, olyan magasan volt a közvetítő állás, hogy alig láttam lefelé. Amúgy is akkor szereztem először szemüveget, tehát már eleve, eleven rosszul láttam a játékosokat, és egy gólos meccs volt. Nem találtam el a góllövőt, mert egyrészt beálltak elém, nem láttam semmit, másrészt a Macedon reporter volt a hátam mögött, aki nagyon jól mondta a neveket. És akkor jött egy szabadrugás, a Békés Csaba ő rúgta a szabadrugást, ez volt az egyetlen gól, és egyszer csak elhallgatottam a Macedó riport, és néztem, és mondtam, miért nem beszélsz, mert ugye én mondtam azokat a neveket, amiket ő mondott, és mondta, hogy körkapcsolás. Tehát nekem el kell hallgatni, és akkor nem tudtam hirtelen, hogy ki, mert nem láttam jól a, a, a góllövőt, egyébként csató lőtte a gólt, mai napig emlékszem rá, és akkor azt csináltuk, hogy a felvételre került ez a, ez a, ez a közvetítés, és amikor még a közönség hang van, gyorsan elmondtam, hogy kik lőhették a gólt, amikor még megy a gólöröm, és akkor a csatót is belemondtam, és a Faragoricsi barátom berakta oda a a csató nevét, és akkor így nem rontottam el a góllövőt. Tehát, hogy, hogy mi, a, mi, hogy, mi, alapján ismerjük meg. A Vitrai Tamásnak van egy olyan játék, hogy mondjuk 20 ülünk egy, egy, egy teremben, és mindenki mond egy nevet. Mondjuk te mondod, hogy Kalambó, én mondom, hogy Megré. Utána a következő mondja, hogy Kalambó, Megré, de Eric, Ismerem a játékot. Igen. Na, és ez az az érdekes. Ez egy jó kis logikai hogy, játék. Lo, nagyon jó logikai játék, de tudom, az a megfejtése, hogy ha te elkezded ezeket a neveket egymásnak mondani, ilyen 15-20-nál megakadsz, mert nincs az embernek nem káptan a feje. Tehát előbb-utóbb nem fogod tudni. De ha az emberhez kötöd, hogy ő mit mondott, tehát te, mondjuk, te mit mondasz, és úgy beugrik, úgy háromszor, négyszer annyi nevet tudsz mondani. Tehát magyarán hozzáköt az emberhez, a, amit mond. És így, így csináljuk azt, hogy a számokhoz hozzá tudjuk kötni a játékost. Ez pedig egy nagyon jó játék volt. Gyerekkoromban játszottam, sőt, még a gyerekeimmel is. Hát az, ez egy nagyon-nagyon ez jó logikai játék. Meg olyan is volt, hogy egy tárcán voltak tárgyak. 35 tárgy volt. Egy percig nézheted, utána letakarja, és mondd el, hogy hány tárgy volt. És azt mondta a vitrai, hogy aki 20 50, a szellemi topranyi. Ez volt. De nagyon jól utánzott hangilag. gyakorlatilag mi rengeteget tanultunk tőle. Hát a Pisti is tudja utázni, a Hajdó, szerintem a Ricsi is tudja, mert annyira karakteres a, a Tamásnak a beszéde, meg ő annyira megfontolt, és annyira, annyira jó utánozható, hogy meg hát egy csomó ilyen értekezete részt vettünk, és azok úgy beleégtek az emberbe. Jó értelemben. A... Televízióból való távozásodat követően a kereskedelmi csatornák nem kerestek, meg nem kértek? Hát én a Naptv-ben voltam, rendőrségi híreket is mondtam, és sporthíreket is mondtam. E, e, most e, persze, na mindegy, ezt inkább nem mondom, de én ahova kerültem utána mindig valami történt, és inkább ezt most nem mondom, mert a későbbi hivatásom mindig találkozott azokkal az egykori főnökeimmel, de mondom, nem mondom. A Kezdek rájöket. izgulni Hát, tehát, műsor szerint, után mi várható? Egy, nagyon... Ja, ne, ne, ne. <laughs> Biztos, hogy nem. Az a lényeg, hogy hogy valahogy kifogtam. De velem mindegyik nagyon rendes volt, és a mai napig én, én, én mindegyikre hálával gondolok. És tényleg nagy köszönettel, mert nagyon sokat tanultam. És utána 2001-ben kerültem a, 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 az ügyészségre. Addig a bíróságon dolgoztam, hat évig hogy jött a jogi pálya? Az paralelment a, a, jogi és a, a sportriporteri pálya. Pont 90-ben felvettek a jogra, és 90-ben iratkoztam be a, a, a stúdióba. Nagyon nagy, nagyon nagy túljelentkezés volt, mert akkor már 20 éve nem volt ilyen, ilyen, ilyen pályabelépő típusú riporterkerestetik verseny, vagy ö, és Komlósi Gábor a rendszerváltáska a legjobbkor ezt a riporteriskolát megalapította. Jó, mondjuk volt olyan is, tehát azért nem, tehát nem volt nagyon erősen mezőn, például ebben a nagy túljelentkező garnitúrában volt olyan, aki Elipson elírta a Jászberén, tehát ők már eleve, eleve kiszeparálták, sze, tehát őt már, őt már nem engedték tovább, de Mond, mint említettem, ez az első évfolyam, ez egy meghatározó évfolyam volt. Én Hajdú Pistit tartom, nem csak a legjobb barátom, de én őt tartom a legjobb sportkommentátornak. Méltó utód a Szepesinek és Vitrainek és Krézi is. Nagyon, nagyon szeretem Vámos Tibit, aki most az MLS versenyigazgatója, kiváló játékvezető lett, és újságíróként is nagyon jó volt. Vámos Tamás, aki a Sport Plus, azt hiszem, 30 éve újságíró. Tehát azt lehet mondani, hogy elég jó évfolyam volt. A Somos testvérek, a Somos Ikrek, a Somos Ákos, Somos Zoli. Tehát ilyen, hogy mondjam, befutott évfolyam, pontosan azért, mert rég, rég, sokáig nem volt ilyen, nagyon kevés volt, mint a miénk orvosi pálya, egyetem. Hát az orvosi pálya az egy nehéz, én, én most, is, most is azt veszem észre, hogy, hogy tehát most ugye elég sok, elég nagy hogy mondjam, sajnos elég erős kapcsolatba kerültem az orvosokkal az elmúlt évben, mindenféle orvosi területtel, és én, én mindig azt mondom, a, le, a leg, legszebb hivatás az orvos. És el apukámmal volt egy vitánk, hogy mi legyek én, orvos vagy jogász, és mondta, hogy hát a. Vagy mérnök, vagy mérnök, mérnök, és akkor mondta, hogy az orvosok a, a mérnökök nélkül nem lennének senkik. Ha nem lenne ultrahang, ha nem lenne EKG, ha nem lenne. És akkor mondtam, hogy igen, de ha, ha mondjuk egy strandon, egy mérnök és egy orvos egy, rosszul, egy szívvel rosszul lévő ember fölött áll, akkor az orvos meg tudja menteni, a mérnök meg nem. És akkor erre azt mondtam, na akkor legyél jogász, hogyha így tudsz érvelni, és akkor í így lettem jogász. 2010 és 2013 között voltál a Magyar Abdalúgó Szövetségnél szóvívő, illetve... Jogi igazgató. jogi igazgató. Ez a munkakör miből tevődött, össze, mi voltunk? Hát tevődött? ebből a kettőből tulajdonképpen, ez gyakorlatilag egy kommunikációs vezetői és egy jogi vezetői munkakör így egyben. És ennek az a háttere, hogy én nagyon szerettem az ügyészséggel lenni, és mikor Csányi Sándortól megkaptam ezt a fe, megtisztelő felkérést, akkor Vági Márton főtitkár úrnak csak annyit mondtam, hogy én ilyen jogot nem szeretném elhanyagolni. És még mielőtt bárki is azt gondolná, hogy én haraggal mentem az ügyészségről, én megkérdeztem Pólt Pétert akkor erről. És azt mondta, hogy igazam van. Tehát, hogyha nincs jog, akkor ne vállaljam el. Mert te nem csak riporter vagy, hanem te alapvetően jogász vagy. És amikor jött egy olyan felkérés, hogy jog és kommunikáció, erre már A az ügyészség is azt mondták, hogy na erre nem lehet nemet mondani. 2014 óta ö, ügyvédi praxist folytatsz. Milyen Április ügy... egy óta <laughs> Milyen ügyekbe jársz el? vagy? Van kedvenc so... területed? ugye én a, a, az egyetemen, meg úgy egyébként a portréfilmekről, még nem beszéltünk Pálinkás Gyuri bácsiról, a legszigorúbb szemléletű magyar bíróról, aki ma, saját maga szerint a legszigorúbb szemléletű e, bíró és a legenyhébb nagypapa volt, tehát ezt ő így definiálta saját magát. E, e, ő volt az én nagyjai tanítómesterem, és akkor az életlenes ügyeket szerettem a legjobban. Na de most most így rádnézek a védőnek, milyen esélye van egy életes ügyben. Van egy 90%-os felderítés, és van egy, van egy, hát hogy egy minősített embelőst, most mit most őszintén, ő, tehát tényleg azt lehet mondani, hogy ne, esetleg ne tényleges legyen, vagy ne életfogytilat, de egy komoly életlenes ügyben szerintem a védőnek nem sok esélye van. Az már egy másik kérdés, hogyha mondjuk fölmerül a jogos védelem, de az meg megint Lutri, hogy most megállapítják-e, vagy sem. Most, bocsánat, hogy így mondjam, hogy Lutri, ezt kicsit talán elnagyoltam, de nekem volt egy ilyen ügyem, amit azóta is nyomaszt. Tehát amikor nem, nem fehér és nem fekete, kiszúrt előbb, kiütött előbb. Tehát ezekbe, de nem, nem ennek nem, ez nem volt egy jó ügye, Ezt én nem, nem, szerettem, ezt az ügyet. Már olyan szempontból nem szerettem, hogy nem voltam elégedett a döntésem. Mai napig meggyőződésem az, hogy az én védencem volt, akit Előbb támadtak. De ez már nem a ti, hogy mondjam, a rendőrségnek volt a, a sara, hogy így mondjam, hanem ilyen mérlegelési kérdés. Hát ez már innentől mi kezdve jó? pszichológus szakértő, innentől kezdve orvos szakértői kérdés, és ezt már. És hát úgy mérlegelték, hogy mi voltunk a támadók. És ezt én, ezt én a mai napig tudom, hogy nem így volt. És a, ami még traikusabb, hogy ez a védencem elhunyt a börtönben. COVID-ban. De hát mindegy. Ez, 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 nem, ez nem egy nem egy sikertörténet. Amit Vel foglalkozom közlekedés, kártérítés és személyiségi jog, meg sportjog. És a sportjog az nagyon az nagyon a szívem csücske, mert sikerült egy olyan sikert elérnünk a Nemzetközi Sportdöntő bíróság előtt, hogy egy olyan kislányt, akit megmérgeztek, végül is felmentették. Ez Tattam. mikor? Ez nem olyan rég volt, hát egy-két-három éve. El tudom mondani a nevét is, mert megjelent sajtot is Tóth Eszter, gyors korcsolyázó, és sztanozolót tettek, vagy az ételébe, vagy az italába. Teljesen egyértelmű, hogy nem ő szedte be. Egyrészt Báhi aki most híres, ugye edző a aranyérmeink okán, elmondta, hogy a sztanozoló tömegnövelő. Tehát egy, egy gyors se, se, tehát ilyet se a, 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 az edzője, se a szülei, se ő maga, azt se tudta szegény kis táj, mi az a sztanozoló. Tehát ez egy, ez, a ez, ez Ben Johnson szedett. Na most egy, egy gyors korcsolyázónak, ez nem, ez teljesen kontraproduktív. Tehát neki nem tömeget kell növelni, hanem neki robbanékonynak kell lennie. És gyakorlatilag vagy az ételébe, vagy az italába valaki beletette. Nagyon-nagyon korrekt volt a nyomozás egyébként. Mindent megpróbáltak, hogy kiderítsék, hogy, hogy ki, de valahogy nem sikerült az elköltőt felderíteni, viszont a rendőrség annyiban korrekt volt, hogy a Nemzetközi Sport Döntőbíróság elé egy olyan nyilatkozatot, amit nagyon ritkán szoktak adni, hogy a tótesztet biztos, hogy nem. És ez azért is érdekes, mert a visszaélés tiltott teljesítményfokozó szerrel, olyan, mint a közlekedés biztonságelén bűncselekmény, kizárólag kívülálló követheti el. Tehát az alany nem, olyan, mint a prostitúció. Én ezzel is érvetem, Kérde kérdeztem az Esztert, hogy mondhatom -e ezt, mert szegény kis tán, most prostituáltat hasonlítom. Hát ez, egy, ez, nem egy jó érvelés, de, de dogmatikailag ugyanaz. Tehát nálunk is a tiltott kijelgésnél ugye a, nem az alany a bűncselekmény elkövetője, hanem mindig a prostitútor, tehát aki rábírja, rábírja. aki keríti, aki élősködik rajta. Ugyanez a helyzet a doppingnál, soha nem a versenyző az elkövető, hanem aki rábírja, aki odaadja neki, aki segítséget nyújt, hogy fogyassa. Tanítasz egyetemen? A Pázmány Péter Katikus Egyetem, most már, hát fú, már elég régen, 98 óta. Ahogy nézem, akkor te szakmailag boldog vagy, megtaláltad a, a helyedés, és azt csinálod, amit szeretsz? Azt azt. És a Pázmen Péter egyetem muszáj egy embert megemlíteni, Belovics Ervint, a legfőbb ügyész aki, hát talán szabad ezt mondanom, hogy mi nagyon jó barátságban is vagyunk, remélem, hogy, hogy ez, ez, semmit nem sért ez az információ, és ő, 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 hihetetlen nagy sportrajongó. Képzeld el, volt olyan, hogy a legfőbb a legfőbb ügyészhez 2004-ben én bármikor bemehettem, ha aranyérmet nyertünk. Tehát akkor nem kell kopogni semmi, oké, okay. ott volt ez a két eset, kétszer hiába mentem be, az annus Adrián, az a azt később doppi miatt eltították, de a többi aranyérre bármikor bemehettem. Meg volt még egy nagyon érdekes esetünk, amikor a kulcsár ügynek a legdrámaibb részei voltak, akkor egyszer csak a vezetékes telefon bejelentkezett valaki, a legfőbb ügyész titkár nőjén keresztül, én meg pont ben voltam a legfőbb ügyésznél, és aztán valami buzánszki ilyen nő. Azon jöjjön be, bejött a Jenő bácsi, és félre raktunk mindent, kulcsárügynek az összes terhét és nyűgét, és a, 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 a Jenő bácsi éppen arról mesélt nekünk, hogy Dorogon hány kereszt gyereke van, ilyen 42-nél megállt, és az egész megállt egy pillanatra, és azt néztük, hogy kettő órája ott volt a csak és csak sztorisztunk beszélgettünk, tehát a sport az nagyon-nagyon komoly szerepet játszott ott az ügyészségen is, és az Ervin kiváló futbalista, is egyébként nagy vasaszurkó, hogy ezt szabad elárulnom, és ott volt egy nagyon érdekes dolog, engem megkeresett az RTL, hogy közvetítsek labdarúgó mérkőzéseket. Én akkor már ökölvívást közvetítettem, tehát az összes klicskó meccset én közvetítettem akkoriban, a Vladimirt is és a Vitalit is, most nagyon érdekes ez a helyzet egyébként, hogy látom őket politikai szerepben, pedig már akkor elmondta a felesége, hogy ő nem, nem félti őt az amerikai versenyzőktől, ő egy dologtól félti a politikától, mert sokkal veszélyesebb, mint a ring. És és, és, most a politikai és, és, át, van. és most mind a kettő ott van. Visszatérve erre, tehát én, én, én közvetítettem, viszont az RTL megkért, hogy magyar focit is közvetítsék. És ez nagyon érdekes, és ez egy nagyon, azt kell mondani, hogy mai napig hálás fők az akkori vezetőimnek, mert ugye szerzői első tevékenység. Tehát elvileg csinálhatom. De engem megkérte a legfőbb ügyész helyettese, hogy Zoli, az, e, tehát a magyar bajnokiknál bármi lehet. Futballhuliganizmus, akkor még nem volt fogadási csalás, de akár még az is. Kérlek, hogy ne. Nem, nem tudom megtiltani, de kérlek, hogy ne. És én azt mondtam, hogy teljesen igaza van. És akkor maradtam a, a Profiboxnál, mert a, a, abban nem volt olyan e, momentum, ami esetleg összeférhetetlen lenne. És a gyerekeidet is megérintette a sport szele? A Mindek, kívül? Mind focizik, és a Covid előtt judoztak, csak utána, mivel ez egy zárt kis terület, ezért, ezért nem, nem, nem vittük őket, két évet kihagytak. Pedig, pedig Misi már zöldöves, a, a Samu pedig narancszöld. És, 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 nagyon egyszer voltam Tokodaltáron, ez egy nagyon érdekes hely, azt sem tudtam, hogy van ilyen. ott, ott született Galla Ferenc, az egyetlen tízdanos magyar Cselgáncs bajnak, és ott volt egy ilyen verseny, és ott mind a két fiam versenyzett, és nem tudom, azt, azt az élményt nem adta vissza egyetlen foci meccse, amikor a judóba szurkoltam nekik, és mind a kettő nagyon jó volt. És akkor volt ilyen szellemi vizsga, a Samu, a kisebbik fiam, de elég jó pofa gyerek, mert az volt ez, hogy, 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 hogy hol született Galla Ferenc? Ez volt az egyik ilyen elméleti kérdés. És akkor Samu nem tudta. És akkor mondta a bandi bácsi doktor német Endre, a TF csúdó tanszékének vezetője, hogy tokodaltáron. És akkor erre megszólalt a kisebbik fiam, hogy miért nem azt kérdezték, hogy 2004-ben hol nyaralt. Nos, ezért nem ment át a vizsgán, úgyhogy még egyszer kellett tanulnia az egészen, mert ez a tokodal terület, de ez egy nagyon jó hely egyébként, és nagyon jó hangulatok ezek a, ezek a versenyek. És nagyon, nagyon örültem, mind a két gyerekem nagyon példásan helyt A Misi nyert, a Samu ezüstérmes de valahogy sokkal jobb volt az, mint egy foci meccs. Annak ellenére, hogy ugye nagyon szurkolok nekik a fociban is, de amikor ilyen egyéni sportban voltak, judóban voltak, és ez a tiszta sport, mert a judó egy nagyon tiszta sport. Egyéni teljesítmények voltak. Igen, az, 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 egy nagyon nagy élmény volt látni őket. Meg hát euh, még ami, ami esetleg euh, fontos, amit mondtam, hogy az ökölvívást is így, így, megismergették, mert amikor a Covid volt, akkor, akkor muszáj volt valahogy lekötni őket, és hát olyan, nekem nagyon jó barátom a Bacska Imre, ezüstérmes, Európa-bajnok ezüstérmes, ökölvívó, így karakterben hasonlít egyébként rád, ő is ilyen jó erőben van. Meg, Ó, köszönöm, meg jó, Meg, meg hat, ő egyébként 67 kilóban nyert 1985-ben az üstérmet, és képzeld el, hogy ő tanította meg a gyerekeimet boxolni, és ez nekem egy óriási élmény volt óriási élmény volt, de egy Európa bajnoki ezüstérmes tanította a gyerekeimet, egy olyan ember, aki, aki, soha nem ment az éjszakába, soha nem használta a tudását rosszra, a Mészáros utcai benzinkúton volt sokáig kutas, és utána pedig a Nemzeti Múzeumban biztonsági És mindenki, mindenki, szerette az imit. De a mai napig egyébként nagyon jóban vagyunk. Az ő fia egyébként Benji, Bacskai Balázs, aki kiváló profilkölvívónk. És a gyerkőcök, ha megnőnek, Mit hát orvosok legyenek, orvosok. ezt ezt próbáltam nekik így hangsúlyozni. Lépten nyomon, tehát most volt egy ilyen születésnapi könyvem, amiben 50 plusz heten írtak, és a, 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 a Misi írásában az volt, hogy ha apának kétféle reakciója van, ha, ha biológiából valamilyen jegyet hozok, ha ötöst, akkor na, orvos leszel, ha esetleg ennél rosszabbat, akkor na, nem leszel orvos. De én, én változatlanul szeretném, hogy bármelyik orvos legyen, mert én bá, tényleg ne, ne bántod, hogy ezen meg a leg, leg mint nekünk is szép hivatásunk van, de én az orvos tartom a, 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 a hivatások legszebb, legszebbikének. Fantasztikus munka, igen. Úgyhogy én megköszönöm neked, hogy elfogadtad meghívásunkat. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Nagyon jó riporter vagy, -e, meg kell, Tehát tényleg. Még csak tanulgatom, még csak tanulgatom. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, hogy még egyszer itt voltál, megtiszteltél bennünket, további jó egészséget ezt. és sportos éveket kívánok neked a köszönöm. jogi pályád mellett. Elköszönünk nézőinktől is, köszönjük szépen, ez volt ma a Budapesti Zsaruk Podcast mai adása, jövő héten csütörtökön újra jövünk, addig vigyázzanak magukra, és önök is sportoljanak sokat. Viszontlátásra! Te nem akarsz pályát váltani?